Tavaly 5 millió fölött volt a személyforgalom a magyar-ukrán határszakaszon. Az átkelő helyen a jövedéki termékek csempészésének felderítésére nagy hangsúlyt fektetnek a NAV munkatársai. A csempészek próbálkoznak átalakított autókkal, a Tiszán csónakokkal, az elkövetők tárháza szinte kimeríthetetlen. Ezeken a hőkamerás éjszakai felvételeken például az látszik, hogy a csempészek az ukrán határon már áthozták a cigarettát, a csomagokat pedig ledobják a Záhonyi hídról két férfinak. A cél az volt, hogy a magyar határellenőrzést kikerüljék, a cigaretta a zöld határon érkezzen Magyarországra. Ebben az esetben azonban nem volt szerencséjük, az éjszakai szolgálat a teljesítők rajta ütöttek a csempészeken. Nagyon széles palettán mozog az elkövetési mód a csempészeknél. Ez azt jelenti, hogy a gépjárműveket is átalakítják, hogyha kell cigaretta csempészése érdekében, illetve az autókerékben is hoznak át cigarettákat. Körülbelül 40 karton cigaretta fér el a 4 autókerékben. A felderítésre számos eszköz áll a NAV rendelkezésére. A Tiszát hajókkal ellenőrzik, ám erre csak akkor van lehetőség, ha a folyó vízállása nem alacsony. A víziút ellenőrzése azért nagyon fontos, mert a csempészek előszeretettel szállítják itt az illegális portékát. A Záhonyi hídra is kamerákat szereltek, ezekkel éjjel-nappal tudják figyelni az átkelőket. Ilyen kézi hőkamerákkal pedig a zöld határt ellenőrzik. Ez az eszköz nagy előnyt jelent, hiszen pontos képet ad a határszakaszon történő mozgásokról. Nemrégiben ruhára helyezhető kamerákat is vásárolt a hivatal. A kisméretű eszközöket elsősorban szintén a cigaretta csempészek után kutató pénzügyőrök használják. Mivel a határon szolgálatot teljesítők már jól ismerik a csempészek trükkjeit, a felderítések aránya magas. Tavaly éppen 45 ezer ellenőrzést végeztek el a vámos kollégáim. Ez azt jelenti, hogy 1,2 milliárd forint értékben foglaltak le cigarettát, illetve közel 1,5 milliárd forint értékben egyéb jövedéki termékekkel együtt történt ez a lefoglalás. A felderítést képzett keresőkutyák is segítik a határon. Az okos négylábúak pillanatok alatt kiszagolják az autóban elrejtett cigarettát. A lefoglalt cigarettát a NAV negyed évente régiónként semmisíti meg. A füstölni valót egy speciális eszközzel darálják le, a törvelékből pedig komposzt készül, amit a későbbiekben bioföldként értékesítenek.